Köszöntöm nézőinket a Kátai Gábor Kórházban kihelyezett viradás, amelyet a Vöröskereszt karcagi területe szervezett. Varga Erzsébettől a szervezet munkatársával beszélgetünk. Hány embert értesítettek erről a mai viradásról? Üdvözlöm a nézőket! Közel 300 viradó behívót juttattunk el a viradóknak, és jelen pillanatban 70 a tervezett létszámunk, úgyhogy még várunk, hát, hogyha minél többen érkeznek a mai nap folyamán is. Itt láttuk azért, hogy fiatalabbak, idősebbek, tehát vegyesen jönnek. Esetleg volt-e már, hiszen lassan fél ideinél tart a viradás, volt-e már első viradó esetleg? Volt már. Elég vegyes a felhozatal, tehát a fiataltól az időskorig mindenki megfordult. Bízom benne, hogy egyre jobban fiatalodik majd a korosztály. És hát nem mindenki tudja, te, aki mondjuk esetleg most szeretne vért adni, évente hányszor lehet, és milyen feltételeknek kell megfelelni? Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, illetve itt egyéb kritériumok is vannak. 18. életévét be kell, hogy töltse, és 65 évnél nem lehet idősebb. Az 50 kg-os testsúlyt el kell érni, illetve a véradást megelőzően a fél évnek el kell telni, hogyha valaki testékszert vagy piercinget csináltat magának. És egyébben négyszer adhatnak vért, és ez a maximum. De itt a vérelátósok, ők tudják a rendszeren belül, hogy ki hanyadik véradásnál tart az adott évben. Azért minden alkalommal elő szokott fordulni, hiszen itt azért orvosi vizsgát is van, hogy nem mindenki adhat vért, hiszen esetleg mondjuk a vérnyomásával vagy bármi más problémát talál a doktornő. Mennyire szokták ezt komolyan venni, hogy utána el is mennek orvoshoz, aki szűrtek? Ezt komolyan szokták venni, mert nyilván azért mindenkinek a saját egészségéről van szó, és javasoljuk is, hogy ezeket nem szabad félváról venni. Egy előzetes adatrögzítés követően az orvos, ugye, aki itt van, kiszűri a véradókat, és akkor ő az, aki megállapítja, hogy alkalmas-e az adott napon véradásra, vagy nem. Ezeket mi is szoktuk őket biztatni, hogy igenis vegyék komolyan. És ilyenkor azért nyáron mást is szoktak kapni, amivel ösztönzik azokat, akik jönnek ma, mit kapnak? Fürdőbelépő jegyet osztunk. Dobos László polgármester úr jóvoltából az Akászliget, Karcagi Akászliget fürdőbe szól egy belépőjegy, és oda gondoltuk, hogy a véradóinkat egy ilyen jelképes ajándékkal meglepjük. Akkor reméljük, hogy a nap végére sikerül a 70 véradónak összejönni, és akkor az előbb itt mondta, hogy havonta egy alkalommal van, tehát akkor legközelebb augusztusban várják ismét segíteni azokat, akik szeretnének. Igen, augusztus 12-én lesz a következő véradásunk. Emellett, hogyha valaki szeretne máshol is vért adni, a www.véradás.hu internetes oldalon tud tájékozódni, hogy az ország mely pontján van éppen véradás. Volt-e mostanában esetleg, akinek a műtétéhez gyűjtöttek vért? Igen, ez majd, hogy nem rendszeresen előfordul. Ha csak tud, akkor családtagot, ismerős barátokat hozzon, de ha nincs erre lehetőség, akkor ezt is természetesen megoldjuk. Akkor reméljük, hogy mindenkinek tudnak segíteni, akinek vére van szüksége. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!